Tehát a 13. Dental World-ön lesz egy konferencia, amit Ketkem témában rendez meg a szervező, és szerintem egy nagyon lényeges dolog ez. A Ketkem az egy iparban használt fogalom, de lassan átmegy a fogászatba is. És nagyon sokszor találkozom azzal, fogorvosokkal beszélgetve, hogy megkérdezem, hogy milyen pótlást hogyan készítenek, és kapásból rávágják, hogy ők bizony ketkemmel dolgoznak. Na most, tehát az ipari tapasztalataink és az emlékeink azok nem ennyire egyszerűek. Tehát egyrészt a KED meg a KEM az külön válik, tehát nem kötelező, hogy együtt legyen. A KED jelenti ugye a számítógépes tervezést, tehát egy fogsor, egy pótlás tervezését, de akár egy korona tervezését is. A KEM az pedig a megmunkálás jelent, hogy valamilyen módon elő fogjuk állítani. Na most ez a konferencia erről fog szólni, hogy az esetleges félreértéseket, tévhiteket eloszlassa. Na most a fogászatban nagyon sok terület van, főleg a tervezés az nagyon sok, tehát a konferencia fogja érinteni az egyszerű fogpótlást, a lecsiszolt fogakra a koronát vagy hidakatnak a tervezését, a fogszabályozást, ugye ma már nagyon divatossá kezd válni ez a átlátszó, sínes fogszabályozás, azt számítógéppel kell tervezni, és ami talán még jelentősebb, itt mögöttem látható, az implantáció, illetve az implantációt segítő fúrósablonoknak a tervezése és gyártása, aminek ugye az első lépése szintén KED, tehát a számítógépes tervezés, amit az orvosnak kell megcsinálni. Tehát ezt nem fogtechnikus csinálja, tehát az orvos felelőssége, hogy hol talál megfelelő mennyiségű és minőségi csontot, ő tervezi meg, hogy hova kerülnek az implantációk, és ebből az adatból mi meg elkészítjük a fúrósablont. Tehát igazándiból a KEDKEM konferencia ezt a témát öleli fel, ez már a harmadik KEDKEM konferencia lesz, és igazándiból azért csináljuk meg még egyszer, vagy ez, tehát ez nem ugyanaz lesz, ez egy kicsit bővebb lesz, mert nagyon sok újdonság van egyrészt, másrészt meg egyre nagyobb igény van rá, és azt vettük észre, hogy az előző konferenciákon még nem volt olyan létszám. Viszont a visszajelzések azt mutatják, hogy nagyon érdekes a téma, és egy fogorvosnak is tudnia kell, tehát nem ő neki kell majd megmunkálni, meg CNC marógépet kezelni, de hogy egyáltalán miről van szó, neki is kell tudni, hogyha a beteg felé akarja közvetíteni, hogy most a beteg egy CNC frézelt, ugye a fogászat frézelésnek hívja marást, tehát ha egy CNC marással előállított cirkon vázat, vagy egy cirkon fogművet fog kapni, könnyebben fogja tudni elmagyarázni a lépéseket, hogyha neki van egy áttekintése. Tehát ez a konferencia nem egy tanfolyam, de viszont az alapokat azért szeretnénk megmutatni, és nagyon sok neves szakembert hívtunk meg, tehát aki egy adott területnek egy jó ismerője, úgyhogy én szívből és melegen ajánlom mindenkinek, mert érdekes, izgalmas lesz, és hát remélem, hogy hasznos is.